ő mindig a minden harcművészet előtt ismert és igazi fogalom az ő neve. Csodálkozva nézem mind a mai napig azt az erőt, ami benne van. Nekem a mester az a példakép, hazai és talán a világ sportjában is, aki ezt a budó szellemét megtestesíti. Egy nagyon egyenes ember. Tehát amit ő megmondott, az úgy történt. Egy olyan szamuráj, aki egy rendkívül erős apai vonással is rendelkezett. Hogy ki ő? Számtalan jelzővel illethetnénk. Neve nem csak a magyar honvédségen belül számít fogalomnak, hanem a magyar és nemzetközi küzdősport életben is. Hivatásos testnevelő, hétdanos karatemester, a Magyar Kyokushin Karate Szervezet elnöke, a Nemzetközi Karate Szervezet övvizsgabizottságának tagja. Kiképzőtisztként sorkatonák ezreit oktatta a közelharc alapjaira, mélységi felderítők százait képezte ki. Életműve és munkássága a mai napig meghatározó a speciálisan képzett katonai és rendőri alakulatok körében. Furkó Kálmán nyugállományú ezredes 2017. január 2-án ünnepli 70. születésnapját. Boldog születésnapot!